Szoborvédő akciócsoportot szervez a Mi Hazánk és a Turul szobor névtelen közterületének a Turul tér elnevezést kezdeményezi. Egy névadást, amely Karácsony Gergely álmokutásával szemben kulturális szabadságharcot hirdetve egy építő misszió keretében szeretnénk ezt a már-már kisebb zarándokhelyé, nemzeti zarándokhelyé vált Turul szobor környezetét el is nevezni végre. Világszerte divat lett a kihalófélben lévő európai fehér ember történelmének átírása, dicső múltja emlékeinek elpusztítása. A Mi Hazánk mozgalom azonban nem fogja hagyni, hogy Magyarországon is hősi szobrokat döntsenek le a felforgatók. Bár Pokorni Zoltán fideszes polgármester is uszít a Turul szobor ellen, mégis meg fogjuk védeni azt. Ami Pokornit illeti, polgármester elődje Mitnyan György állította fel ezt az impozáns szobrot, míg Pokorni akkor helyi illetékes helyi országgyűlési képviselőként bojkottálta a grandiózus avató ünnepséget is, melyen sokan ünnepeltünk itt együtt. Persze pár nappal korábban itt a néhány száz méterre avatott N+1. Holóemlékmű avatásán azonban részt vett természetesen Pokorni Zoltán is, sőt, most egy újabbat kíván állítani. Ez legyen az ő dolga, a miénk viszont az, hogyha kell, a régi turulvédő akciócsoportot újjáalakítva fogjuk megvédeni ezt a szobrot, és hogyha további emlékhelyeinket is amerikaihoz, nyugat-európaihoz hasonló fenyegetések érnék, akkor készek vagyunk megvédeni történelmi emlékhelyeinket. A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi továbbá, hogy Turul térnek nevezzük el ezt a szobornak helyet adó impozáns teret, mely jelenleg egy névtelen közterület, és rendkívül nehezen is körülírható, hiszen csak úgy mondhatjuk, hogy a Böszörményi út, Németvölgyi út, Nagyegyend utca által határolt névtelen közterület. Ez az, aminek már azt gondoljuk, hogy közszájon forgó is elnevezése a Turul tér, ezért szeretnénk, hogyha az önkormányzat ezt támogatna. Tehát sem Mandela, sem Mengele, sem Hitler parkot a Mi Hazánk mozgalom nem támogat, Turul teret viszont szeretnénk, és bízunk benne, hogy ahogy sikerült megfúrnunk a Mandela park elnevezését, immár másodszor is, reményeink szerint a Turul tér elnevezése, mint egy pozitív kezdeményezésünk is támogatásra találhat.